Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Surviving the Aftermath folytatása. Elkészültünk a nagy mezővel. Igazából túlzottan nem hasznos. Egyenlőre. Remélem lelkesen futkorásznak be a töltőkre népek. De van pár, csak ettől még fertőzött is akad bőven. Majd meglátjuk, legrosszabb esetben jó néhányan ott maradnak. Most ezzel visszafele tartottam, vagy sem? Című nagy kérdés. Azt hiszem visszafele, de nem vagyok meggyőződve. Tudósunk irány oda. Az majdnem biztos. Felderítő felderít. Oké. Nem egy gyors menet. Mi van nála? Hát szinte minden, úgyhogy haladjunk. Ezt kiürítjük. Persze rárobbam, de megúszta. Vagy legalábbis nem nagyon vészes. Na, egy tudományos forrás. Egynek sosárt. Aztán meglátjuk. Hát úgy látom, lesz veszteség bőven. Rengeteg gyógyítani valónk van. És ezt nem hiszem, hogy be fogjuk tudni hozni. Persze, hogy oktatunk. Nem tudom, mit sírnak, mert van oktatás. Na, kitisztultunk, akkor még megúszhatják a emberkéink. Viszonylag jól állunk. Kevics. Viszonylag jól állunk. Kajából nem. De hát majd néhányan visszahozzák a kajákat. Specialistáinkból. Oké. Hogy menj be és ne hajj meg. Az utóbbi nehéz. Ez utóbbi eléggé nehéz neked. Lesz szerencsénk? Úgy bizony. Oké. Aztán meglátjuk, még egy leverni való. És akkor várjuk a gyógyítási tempókat. Persze lassacskán megoldódnak az ügyek. Ami azért jó hír.
Már csak néhány van, aki kint lófrál. Egy nukleáris hulladék elfogyott. Milyen szörnyű. Na, úgy látom már, hogy tényleg egy-kettő akad. Aki kint grasszál, mondjuk ő elég szűkös. Úgyhogy lehet, hogy lesz egy-két áldozat még így is. Legfeljebb így járunk. Oké, és akkor majd még egy utolsó körbe kukkanthat. A funboxokat összegyűjti egy mozdulattal. Egy ponton múlik, hogy beérjen. Kellemetlen. De így alakult. Ezúttal nem verte le egy menetbe. Mondjuk persze, ha nem dumcsiznál, hanem bemennél valamelyik gyógyítóba, akkor lehet, hogy hasznosabb lenne. De úgy látom, hogy inkább éhen halsz, hogy meghalsz. Splatch. Hát ez van. Kereskedünk. Ad egy magot, tudományos pöttyökért. Miért ne? És akkor van már répánk. Gyorsan közepest. Oké, és akkor lesz még egy répa ültetvény. És oda be tudunk húzni akkor egy... útvonalat is. Bár a járdák még nem nagyon vannak kiépítve. Azzal még mindig lustiznak egy picit. Ez is szóhoz 20 kaját. Kukkancs be! És hoz 50 kaját. Hirtelen azért lett 100 kajánk. Nem végtelen, de egy adag. Egy nem túl nagy adag. Sofia felnőtt, helyes. Aha. És jól képzett? Jaja. Még akkor is, hogyha lassan fejlődik. Hiszen valakinek még egyszer meg kell halnia. Túl egyszer lett volna, ha elmegy a végtelen számú
üres kórház egyikébe. De hát ez van. Észszerű és célszerű az, az nem ez a játék hőseink részéről. Viszont kérdés, hogy nincs is itt beton? Már pedig itt akad beton, ha éppen kéne. Csak nem kapkodjuk a beton dolgot. Na mindegy. Répa, káposzta, mi egyéb. Egy ház elkészül. Oké. Te bekukkantasz. Némi ellenfél. És hát ez az nem különösebben izgat. Úgyhogy nézz be ide, vagy valami. Egyelőre azért meg vagyunk. Nem tökéletesen, de meg vagyunk. És lassan azért elfogynak a nukleáris hulladékok. De aztán kell majd még egy hulladéktároló. Csak hogy tudjuk mi a helyzet, tudjuk, hogy nincs hozzá elég. Túlélők a kapuk előtt, tudósra. Oké, és akkor 12-nek nincs elég háza. No. Remek, viszont akkor kell még egy kaja. Minimum még egy kaja. Ha megtalálom. Ide is bedobunk extra embereket. És még egy vízforrás is majd kell. Vagy inkább kettő. Mondjuk itt lassan nem olyan egyszerű vízforrást találni, építeni. Mert ugye a ilyen-olyan, amolyan feladatokhoz épp nem állunk jól. Mondjuk valahol itt még van egy-két ház, de inkább legyen mindig több ház, mint keverős. Mint kevesebb, mint nem elég. Ez ugye egyértelmű. Ezen nincs is mit cifrázni.
két elindulsz visszafelé. Ugye azt majd el lehet, de innen máshonnan szerezni. Egy kis harcosunk harcolgat. Fél siker, sem. Random tudósunk. Először jöjjön ide, mert itt van egy tudóskodni való. Aztán meg valószínűleg lefelé csurog majd. Egyelőre répa lesz, mert gyorsan és hatékonyan növeszthető. Akkor meg azzal nincs baj. Na jó, hát a bogyó. Bogyó forrás az kimerül, de az már tényleg ilyen. Azon nem sok keresnivalónk van. Csak hogy haladjunk valamennyit. Majd valamelyik ilyen nagyobb betontelepet megnézi az egyik felderítőnk, és szerez egy csomó betont. %72, ez annyi tényleg homály. Lássuk be. Na, hát, meglátjuk, hogy hogy alakul. Újabb fanbox, helyes. Van itt beton a közelbe? Mert végtelen komponens most nem annyira érdekel. Van itt egy adag beton, jó. Akkor azt kiraboljuk és azzal jövünk majd vissza. Soha napján. Nem volt szerencséje. Azt hiszem már ennyi, innen folytatjuk.